Dél-Magyar Podcast. Dél-Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal. Üdvözlöm Önöket a Dél-Magyar Podcast legfrissebb adásában. Én Hornyik Anna Viola, rádiószerkesztő vagyok. A következő percekben Szögi Csabával, a Szegedi Papucsért Alapítvány kuratóriumának elnökével beszélgetek. Az alapítvány nemrég kiírt egy, a Kövér Béla Bábszínházzal közös meseíró pályázatot is, melyre általános iskola felső tagozatosok jelentkezhetnek. Témája természetesen a szegedi papucs. De hogy ez a mese kacagtató, tanulságos, hagyományokra építkező, ezt mind a kis szerző palántára bízzák. Jelentkezni pedig 2024. január 22-éig, tehát a Magyar Kultúra napjáig lehet. A papucs megjelenése a délalföldi városban a mandamondák szerint a szegedi Hóbiárd basához köthető, aki állandóan a helyi menyecskék körül legyeskedett, ők pedig rendszerint a papucsuk sarkával intették őt rendre. Na de mikor jött valóban divatba a papucs használata a Napfény városában? Nagyjából ezt tudjuk, hogy a török hódoltság alatt érkezett meg ennek a papucsnak a készítésének a tudása, és kezdtek Szegeden papucsot készíteni. Annyi különbség volt, hogy rögtön egy ilyen kis innovációba is kezdtek a szegedi papucs készítők, ugyanis a török papucsnak felfele pöndörödő óra volt, ezt lekerekítették, és a lapos papucs sarkat egy nagyon elegáns, magasított sarokká változtattak. Hát a Hóbiárd pasánál is ezzel a magasított sarokkal, a monda szerint verték agyon a legyeskedő pasát, a szegedi menyecskét. Tudjuk ebből a korból, hogy már hordtak Szegeden papucsot. A nagy felvirágzás hordásának, viselésének a nagy felvirágzás az igazán a szegedi 1879-es nagy árvíz után történt, ugyanis a város nagy részét elmosta a Tisza, és az újjáépülő Szeged sokkal több utat, lekövezett utat és járdát kapott, és hát addig a földes utakon inkább bocskorban és csizmában jártak az emberek, de miután le lett kövezve, ez a otthon és ünnepi eseményeken használt papucs a hétköznapi viseletté is vált, és ezzel indult meg igazán a nagy-nagy fellendülése a szegedi papucs viselésének, mivel hogy utcaköveket is lehetett koptatni velük. Majd egy következő nagy fellendülés volt, ez pedig az első világháború utáni időszak, amikor is a trianoni diktátum után a polgárság is felfedezte magának, sőt a felsőbb osztályok is az, hogy a népi viselet, a népi motivumok a ruhákon való megjelenítésével demonstrálni tudtak egy nemzeti egységet, és így került tulajdonképpen az első pipacs motivum a szegedi papucsra. Addig a szegedi papucson, tehát az első világháború végéig nem voltak virágok. Ha virágokat is találtunk rajta, az nem hímzett virág volt, hanem a ruháknak vagy a kötényeknek az anyagából díszítést, vagy a papucsfejt így alakították ki, hogy ez az anyag rákerült, tehát hogy így volt mintázata. Egyébként sima bársony papucsokat hordtak, és a mai napig van egy olyan papucs, amit török papucsnak hívnak, nem azt jelenti, hogy lapos a sarka és pöndörödik az óra, hanem egy olyan hímzés mintát jelöl, nagyon jellegzetes fel lehet ismerni, egy egyszínű bársony fej van, amire pöttyöket hímeznek. Nagyon érdekes, egészen különleges. És tulajdonképpen ez a Szeged környéki mezei virágoknak a gazdagsága kezdett megjelenni a szegedi papucson, és hát hihetetlen, gyönyörű hímzés mintákat lehet találni, ahány hímzőnő, annyi ötlet, annyi gazdagság, de gazdagították ezt gyöngydíszítéssel, flitterrel, megjelentek a pipacs mintás és a paprika mintás papucsok, tehát egy nagyon-nagyon gazdag hímzés világ teret a szegedi papucson. A szegedi papucsnak szó szerint nincsen párja. Miért is? Azért nincs párja, mert kevesen tudják, hogy a 15. században is, egészen 19. századig a papucsokat a
csizmadiák készítették. Tehát a csizmadia mesterséghez volt kötve, és a csizmákat pedig varrott, kifordított technikával készítették, és egy kaptafára készült. Azaz azt jelenti, hogy nem volt jobb, és nem volt balos. Tehát nem úgy válogatták a csizmát sem, hogy jobb meg balos, hanem egyszerűen egy darab csizma volt, felhúzta a lábára, és ahogy hordta, úgy taposta ki magának, igazodott a lába mintázatához. Mostan mivel a papucsot a csizmadiák készítették, a papucsok is így készültek, egy kaptafára, nem volt jobb és bal lábas szegedi papucs, és hát így készítették a papucsokat, és akkor ezeknek a papucsoknak egyébként nem csak az volt az érdekessége, hogy ki tudták taposni, és úgy helyezkedett benne a láb, hanem hogy ez praktikus is volt abból a szempontból, hogy Szegeden ezt forgatós papucsnak is hívták, forgatták a lábukon, hogy ne egy irányba kopjon el a sarka, és sokkal gazdaságosabb volt, tehát hogyha most ránézünk a cipőnkre, akkor látjuk, hogy mindig a külső éle, vagy legtöbbeknek a külső sarokél kopik el, és akkor vihetjük a cipészhez, miközben a belső az teljesen rendben van. A forgatással ez a kopás, ez kétszer olyan hosszabb élettartamot is biztosított a papucsnak. Azt mondják, hogy három fajtája is volt a papucsnak, ugye ő már említett egyet, a török papucsot. Mi volt a különbség ezek között? A selyem papucs az tulajdonképpen azzal a technikával készült papucsfej díszítés, amikor a selyem anyagot húzták rá a papucsfejre, tehát nem hímezték, hanem anyagot húztak rá, a selyem anyagot, és egy ilyen nagyon szép csillogós hatása volt. És hát ez az a papucs, amit általában úgy készítettek, hogy esküvőkre vagy ünnepi viseletekhez, és a ruhának az anyagát helyezték el rajta, tehát abszolút harmonizált a ruhával a papucsviselés. Az egy kaptafára készült papucs, a másik, és a harmadik pedig a bojtos papucs, ezt ismerik inkább a legjobban és a legtöbben. Az egylábas vagy az egy kaptafás papucsot könnyű úgy felismerni, hogy az szallaggal van díszítve. A kétlábas papucs, aminek már van jobb és ballábas változata, az pedig pomponnal vagy bojttal készült papucs. Ezt a 30-as években találták ki, pont az úri asszonyok kedvéért, hogy ne kelljen neki a papucsot kényelmetlenül. Ugye az első időszak, amikor ki kell taposni a papucsot, azért ez nem annyira kényelmes, ezek azért kemény, tartós lábbelik voltak, és kitalálták, hogy legyen nekik jobb és ballábas papucs is választási lehetőség. Ezt bojttal jelölték, tehát könnyű volt felismerni, és annyi volt még az érdekessége, hogy ezt a bojtos papucsot egyébként nem hordták utcán, hanem az úri asszonyok a boás otthonkájukhoz vették fel ezeket a bojtos papucsokat, amit nagyon szépen harmonizáltak otthoni divatos viseletként, amikor vendégeket fogadtak, akkor ez egy ilyen ünnepi viselet volt, mármint ez a bojtos díszítésű. A hétköznapokra az idősek egyébként mintanélküli papucsot hordtak, tehát az idős néniknek általában a fekete bőr vagy a fekete bársonygok készült, és lapos volt a sarka, és ugyanilyen készült a férfiaknak is, tehát a szegedi papucsból volt férfi változat is, és az is lapos sarkú, ezt az idősebbek hordták, munkára is, télen is hordták ezt a papucsot egyébként. És mivel, hogy idősek hordták, és lapos volt a sarka, volt egy ilyen kedves kis elnevezése, hogy ez ilyen kedvesen csoszapapucsnak hívták. Ez a surranó megbabonázta a délföldi asszonyokat. De mi volt a titka? Hát a titka az véleményem szerint, hogy lényegesen olcsóbb volt, mint egy cipő. Különlegessé tette a lábat, tehát nagyon elegáns volt, tehát ha ránézünk egy ilyen papucsra, hogy ezzel a magasított sarokkal, ez nagyon elegánsá tett a hölgyek lábát, és nagyon gazdag volt a szín, illetve a mintázatban való választék. Könnyen tudták varni, hogy volt, akinek 2-3-4 papucsa is volt, nyilván a szegényebbeknél nem, de a tehetősebbeknél igen. De hát gondoljunk bele, hogy 2-3 papucs árából tudtak volna venni egy cipőt vagy csizmát, tehát ebből a szempontból ez nyilván jóval kényelmesebb és gazdaságosabb is volt.
valamint a 30-as években Szegeden elindult a Szegedi Szabadtéri Játékok. Ennek a Szegedi Szabadtéri Játékoknak az egyik nagy reklám brandje volt a Szegedi Papucs. Bármilyen meglepő, a legtöbb ilyen hirdetést, ilyeneket látunk az akkori idegenforgalmi kiadványokban, hogy a legjobb szegedi ajándék a Szegedi Papucs. Tehát, hogy ezt vásárolják, nem a Szegedi Papikát, vagy a Fixalámit reklámozták, hanem a Szegedi Papucsot a 30-as években. De hát ugye tudjuk, hogy ez a két világháború közötti trianoni érzés is közrejátszott, hogy mindenki ilyet próbált begyűjteni, és tulajdonképpen egy identitás képzővé is vált egyben a Szegedi Papucs, és nem csak a szegediek hordták a Szegedi Papucsot, hanem a Kárpát-medencében mindenhol megtalálható volt. A népviselethez igazodó papucsokat Dunántúlon is találunk, Sárközben, Kalocsán, de ugyanúgy Vajdaságban, Bácskába, vagy Bánátba, tehát hogy nagyon, nagyon sok felé. Nagyvárattól Budapest, Szekszárd-Kalocsa és Újvidék, nagyjából ez volt a Szegedi Papucsnak a köre, ahova ugye vásárosként el lehetett jutni, reggel elmentek és este hazajöttek, tehát mondjuk ennyien, akkor már nem csak lovasszekerek voltak, hanem vonatok is. Tehát könnyebben eljutottak, de hát azt kell tudni, hogy a brüsszeli és a párizsi világkiállításon is megjelent a Szegedi Papucs, és aranyérmeket nyert, és komoly elismeréseket gyűjtött be. De az idegenforgalmas nagyon-nagyon vitte a hírét, mert ugye látták, hogy Szegeden gyönyörű papucsokat lehet vásárolni, és hát a nők szívesebben vásároltak mondjuk papucsot, és vitték magukkal a Szegedi Szabadtéri Játékok meglátogatás, vagy egy előadás megtekintése után, mint mondjuk a hónuk alatt egy kis szalámival sétáltak volna. Valóban igaz, hogy a Szegedi Papucsot az urak is hordták, és nem csak a hölgyek viselték? Igen, mint említettem, az időseknél akár munkára is hordták, tehát szabadba is hordták, nem csak otthoni papucsnak, papucsként viselték ezt a lábbelit, hanem munkára is, de otthoni viseletnek is. Általában ez fehér vagy sötétebb tónusú barna bőr papucsot képzeljünk el, aminek lapos a sarka, tehát nem abban a szép magasított női sarokban van. Egyébként, amit a szaknyelv egyébként szegedi papucs saroknak hív, tehát nem olyanokban jártak a férfiak. Nekem is van ilyen szegedi papucsom otthoni használatra, fantasztikusan kényelmes, nagyon, nagyon ki van találva. Mikor dolgozott a legtöbb cipész Szegeden, aki szegedi papucsokat készített? A szegedi papucs önálló mesterségként való elismerés egyébként elég későn történt meg, 1922-ben lett önálló mesterség a szegedi papucs. Addig tulajdonképpen a csizmadiák, alapvetően a csizmadiák készítették a papucsot, vagy készültek már önállóan papucsos műhelyekben, ahol csak papucsokat készítettek, de nem volt elismert ez a szakma, így önállóan. Nagyjából erre az időt, tehát mondjuk a két világháború közötti időszakról, vagy mondjuk a 1879-es nagy árvíz utáni időszakban nagyjából olyan 40 és 80 papucsos műhelyről tudunk. A második világháború után is közel 40 ilyen papucsos mester dolgozott Szegeden. Ezt azért tudjuk, mert az 50-es években ugye egy KPS-be terelték, kényszerítették őket. Voltak, akik nem mentek be néhányan, meg voltak, akik bementek, de ettől függetlenül megtartották az otthoni kis műhelyüket, és azért otthon is készítettek papucsot. De hát nagyjából ez az időszak, amikor 40 és 80 műhely működött. Tehát a műhelybe úgy kell érteni, hogy ez nem azt jelenti, hogy egy papucsos ült ott és készített papucsot, hanem ott volt több mester is, meg inasok, meg segédek, hímzők, tehát nagyon sok családnak adott megélhetést a szegedi papucs. Beszéljünk egy kicsit önről is. Mikor és hogyan került kapcsolatba a szegedi papucssal? Elég fiatalon kapcsolatba kerültem a szegedi papucssal, mivel én szegediként, néptáncosként, hogy a hagyomány őrzőjeként, én úgy nőttem fel Szegeden, hogy ha kimentem édesanyámmal a szegedi Marx térre, akkor a Marx teret Marx térre
ugye keresztelték, aztán most már újra visszakapta a régi nevét, tehát kipényem, hogy Mastér a nagy piacra, én ott láttam több papucsos lárust is. Valahogy nekem úgy volt, hogy ez a szegedi papucs mindig volt, ez a szegedi papucs van, és a szegedi papucs mindig lesz. Néptáncosként az elég sokat találkoztam ezzel, amikor néptánc együttesekkel dolgoztam, sőt, saját néptánc együttest vezettem, akkor szinte természetes volt, hogy lementem Stráktai Sanyi bácsihoz, és rendeltem tőle 16 pár vagy 20 pár szegedi papucsot, ilyet a Bihari János táncaütesnek, vagy a Dunai Varsas táncaütesnek, tehát ahol dolgoztam. Egyszer Sanyi bácsi mondta, hogy a nevemből kiindulva, azért Szegeden elég sok szögi van, kérdezte, hogy nincs-e közöm, valamilyen közöm Szögi Zoltánhoz a cipészhez, és mondta, de hogy nem az a nagyapám, és mutatta a mesterlevelét, hogy az ő mesterlevelén a vizsgabizottság elnöke, az én nagyapám aláírása szerepel, mert ő volt a Szegedi Ipartestületnek az elnöke és a vizsgabizottságoknak az elnöke, tehát ő adta ki a mester leveleket a papucskészítőknek. Több ilyen mesterlevelet is láttam azóta, amiket a nagyapám írt alá, és én azzal igazándiból nem foglalkoztam, hogy mélyrehatóbban tudomásul vettem, örültem neki, de hát éltem a magam életét, és 2015-ben, pont a születésnapomon, június 27-én olvasok egy szegedi hírt, hogy a szegedi papucs megszűnik, bezár az utolsó látványműhely, ekkor már ugye Rátkai Sanyi bácsi meghalt, és a neki készített látványműhely Szeged belvárosában fogják bezárni, és az utolsó papucsos, aki ebben a látványműhelyben még kézzel varrott papucsot készített, egylábas, azaz egy taptatás papucsot is, tudod, ez abba hagyja a munkát, mert nincs rá semmiféle érdeklődés, kereslet, stb. És akkor kezdtem el ezzel egy kicsit mélyrehatóbban foglalkozni. Nagy volt a felháborodás, hogy a social médiában, mindenféle felületeken, de úgy láttam, hogy telnek a napok, telnek a hetek, és nem csinál senki semmit azon kívül, hogy jaj, de kár, csinálni kéne valamit. És akkor én létrehoztam egy Facebook csoportot, ezt a Mentsük meg a Szegedi Papucsot Facebook csoportot, és nagyon sokan csatlakoztak. A nyáron, azon a nyáron, tehát 2015 nyarán az utolsó munkanapján ennek a műhelynek másnap bezárt. Egy értegyújtásos, sajtós megemlékezést tartottunk a műhely előtt, ahol én beszéltem, és azt mondtam, hogy fogjunk össze, tegyünk valamit annak érdekében, hogy a szegedi papucs ne tűnjön össze. Tulajdonképpen ez volt az alapja annak, hogy 2017-ben meg is alakult a Szegedi Papucsért Alapítvány, amit édesapám alapított meg 95 éves születésnapján. Mivel hogy az édesapja, sőt a nagypapája is, tehát az én déd nagypapám is cipőkészítők, papucskészítők, csizmakészítők voltak, úgy gondoltuk, hogy ez egy szép gesztus, és valamit tudunk tenni a családi emlékek megőrzése érdekében is, és egyébként a szegedi papucsért, és ezért a közel fél ezer éves hagyományért. Úgyhogy elindult ennek egy komolyabb változata, mert ugye az egy Facebook csoport, az egy lelkesítő, klassz dolog, de hát azzal nem lehet ezért csak úgy dolgokat elintézni hivatalos úton. Többek között Attalai Zita dizájnert hívták segítségül annak érdekében, hogy Sallai Tiborral együtt a szegedi papucs a 21. századnak megfelelő módon a lehető legkorszerűbb és legtrendibb kinézettel bírjon. Milyen formát kapott a szegedi papucs? Ez egy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon érdekes találkozás volt, ugyanis ezen a nyáron, ez a 2015 nyarán, amikor ez a látványműhely bezárt, és Sallai Tibor, az, akiről beszélünk, dolgozott ebben a műhelyben Sallai Zsuzsával, a feleségével, és azt mondták, hogy nincs semmilyen kereslet a szegedi papucsra. Pont ebben az időben jutott el Attalai Zita, iparművész, cipőszobrász, cipőálmodó, tervező oda, hogy már pedig neki ez a szegedi papucshoz van valami köze. Gyerekkorában volt szegedi papucsa, ő egyébként nem szegedi, és nemzetközi kiállításokon, konferenciákon azzal szembesült, hogy vannak saját hagyománnyal rendelkező új cipőtervek a nagyvilágban, aminek nagyon nagy sikere van, hát ő akkor valahogy kellene ezzel foglalkozzon. Hát hiszen ott van ez a fantasztikus lábbeli, ez a szegedi papucs. Megkereste Sallai Tibor ezen a 2015-ös nyáron, tehát tőlünk teljesen független, és tulajdonképpen elindult egy innováció a szegedi papucs
életében, ami azért nagyon fontos, mert megcéloz, több réteget is megcéloz, vásárló rétegről beszélek. Egyrészt a fiatalokat, akik a papucsot alapvetően nagyon szeretik, a fiatal lányok. Az elegáns papucsokat ünnepi viseletekre, ünnepi alkalmakhoz kiemelt események. És ott vannak azok a papucsok, amik ilyen extravagáns papucsok, egészen különleges, majdnem mondhatnám, hogy ilyen divat diktátor szintű papucsokról van szó, tehát amik ilyen már kevésbé gondolnánk arra, hogyha ránézünk, hogy ez a szegedi papucs, de hogyha mélyebben belenézünk, akkor azt látjuk, mit tudom én, hogy a szegedi papucs gyönyörű szallag motivuma, mondjuk ötszörösére fel van nagyítva, és ettől különleges a papucsnak a feje például. Tehát, hogy ilyenek, vagy a sarkával lehet játszani, vagy a fejjel lehet játszani. És Atalay Zita pályázott a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy ne csak asztalon és papíron és tervek legyenek ilyen papucsok, hanem ezek készüljenek is el, ugyanis a papucs akkor tud igazán működni, hogyha abból vannak minták. És minden tervezés egy-egy újabb kaptafát igényelt, egy újabb gondolatot a készítőtől, hogy azt hogy lehet megvalósítani, és hogy lehet minél kényelmesebbé, könnyebbé, netalántán gyorsabban kivitelezhetőbbé, tehát a gyártási folyamatban is újításokat végeztek. Nagy szerencsére egy fantasztikus lábbeli készítő talált Salay Tibor személyében, aki egyébként a szegedi papucs készítését nem tanulta meg a nagyszüleit, dédszüleitől, de azok papucs készítők voltak, viszont mind a két nagybátyja a Szegeden nagyon híres cipőkészítő volt, akikre egyébként kiderült, hogy papucsokat is készítettek, de nem az volt a fő profiuk, és Salay Tibor is lábra, azaz méretre készített, egyedi kézzel varrott cipőket készített, ami nem állt olyan távol a papucs készítéstől technológiailag. De hát mérhetetlen tapasztalata volt ezáltal, hogy hogy lehet az egyedi lábbeliket elkészíteni, akár áthelyezni ezt a tudást a szegedi papucsba is. Úgyhogy a Salay Tibor által készített és hagyományos, ha ránézünk mondjuk egy hagyományos papucs is, egy csomó innovációval rendelkezik, függetlenül Atalay Zitától, mert a Tibor ezt a tudást, hogy hogy kell elkészíteni egy papucsot úgy, egy lábbelit úgy, hogy az ne nyomjon, kényelmes legyen, jól tartsa a bokát, jól ne himbál, stb. Ezt ő bele helyezte, és erre még pluszba rájött Atalay Zitának az elképesztő tervei és álmai, és belekerült a papucsba ez a fajta innováció is. Na most, amikor a történetemet a legelején elkezdtem, ugye a török papucsnál, rögtön azzal kezdtem, hogy a szegedi mestereknek az első dolga az volt, hogy a török papucsot átalakították, hogy ne pöndörödjön úgy az óra, és magasabb legyen a sarka. Hát miről beszélünk? Hát ez egy innováció volt. Aztán beszéltünk arról, hogy a szegedi papucsnak a mintázata megváltozott, a fején megváltozott a mintázat. Rákerültek a pipacs és a mezővirág motívumok. Ez is egy innováció volt. Aztán kialakult a kétlábas papucs a 30-as években, a bojtos. Hát tehát a jobb és ballábas papucsok készültek, ez is egy innováció volt. Aztán persze voltak divatok, hogy japán sarkú papucsok készültek, vagy japán talpú papucsok készültek, különböző színekkel, de technológiailag is nagyon sok változás volt. Nem csak a varrott papucsokat készítettek, hanem ragasztott papucsokat is, tehát a fej és a talp találkozása az már nem egy ilyen nehezebb, bonyolultabb, lassabb, fizikailag is egy nagyon kemény varrás technológiával, hogy ezt a két anyagot összevarják és ezzel dolgoznak, hanem ezt egy ragasztott technikával csinálják. Tehát mindig belekerült a szegedi papucs vagy innováció. És tulajdonképpen az 50-es években, amikor megalakult a szegedi papucskészítő KTS, ott is ezt a folyamatot keresték és dolgoztak rajta, hogy lehet ezt minél jobban egyszerűbbé tenni, hogy készülnek ezek a papucsok. Gyárszerűen.
és ott is egy csomó technológiai megoldással éltek, újítással, innovációval, hogy hogyan tud ez a papucs minél jobban, minél könnyebben elkészülni, minél hatékonyabban és minél olcsóbban természetesen. Csak aztán ugye ezek az anyagok elkezdtek silányabbak lenni, nem annyira tartósak voltak ezek a papucsok, mint a kézzel készült papucsok, de folyamatosan dolgoztak ezen. És a Szegedi Papucs Kft. Megszűnése után tulajdonképpen mindenféle innováció megszűnt a Szegedi Papucsnál, és csak úgy létezett önmagába azzal a tudással, amit mondjuk az 50-es évekig ez a papucs képviselt, és vagy 60-as évekig, és nagyjából azt lehet mondani, hogy ez az innováció Sallai Tiborral, aki egyébként már a hagyományos papucsokon is technológiailag is változtatott, és tett bele innovációt, és dolgozott rajta, hogy ez minél tartósabb, kényelmesebb, praktikusabb legyen. Még egy plusz innováció rákerült, egy nagyon erőteljes innováció ezzel a papucs tervezéssel, amit Atalai Zita, most már Ferenczi Noémi díjas iparművész tette hozzá. Gyönyörű szegedi papucsok készülnek. Lehet válogatni, van akinek ez tetszik jobban, van akinek azt tetszik jobban, természetesen van, aki azt mondja, hogy nem is ez az igazi szegedi papucs, és akkor ilyenkor meg szoktam kérdezni, hát melyik az igazi szegedi papucs? Hát a piros bojtos. Ezeket nagyon szeretem, hogy az az igazi szegedi papucs. Hát nagyon jó, el voltunk 400 évig szegedi papucssal úgy, hogy nem volt piros és nem volt bojtos, és mégis szegedi volt ez a papucs. És egyébként rengeteg színű papucs volt a két világháború között, már rengeteg színű papucs volt, mindenféle, a zöld, a sárga, a bordó, a lila, a kék, a mindenféle, nem csak piros. Csak ugye, mint említettem, a szegedi szabadtéri játékoknál valami jó kis reklámszöveget kellett vinni, és a piros szegedi papucs az igazi reklámszöveg, például a nagyapámnak is van egy ilyen felfedezett reklám hirdetése, hogy a piros szegedi papucs az igazi. Hát ezen volt a reklám, ez nagyon jól működött, hiszen még ma is ezt szokták mondani az emberek, hogy szegedi papucsnak nincs párja, ezt általában arra értik, hogy nagyon szép, ami természetesen benne van, de nem ezért nincs párja a szegedi papucsnak, páratlanul szép természetesen. Valamint azért ez a reklám annak idején, ami több évtizeden keresztül ment, hogy a piros szegedi papucs az igazi, ez a mai napig még él. De mindegy, a lényeg az, hogy minél többet beszéljenek a szegedi papucsról, ismerjék meg, szeressék, vásárolják a hagyományos, vásárolják a pirosat, vásárolják az innovatív papucsokat, vagy vásárolják ezeket a gyönyörű költeményeket, amit a televízióban tűz. Ez volt a Dél Magyar Podcast legújabb adása, Hornyik Anna Viola beszélgetett. Dél Magyar Podcast. Dél Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal.